Otthon mindig azt hallom, hogyha kevés időre is, de akkor is le kell menni az edzőterembe. Viszont szerintem sokan nem tudják, hogy milyen edzéseket lehet ilyenkor mondjuk tényleg eszközölni. Mit lehet tenni, vagy te mit javasolsz? Amit én javasolni szoktam, hogy szuperszet edzés, vagy óriás sorozatokat, ami azt jelenti, hogy antagonista izomcsoportokat, tehát ellenkező izomcsoportokat összerakunk, csinálunk mondjuk egy mellgyakorlatot, csinálunk mellé egy hátgyakorlatot, igazából az egyik gyakorlatnál kipihened a másikat izomcsoport ügyileg, viszont nincs pihenő. Tehát magyarul lefelezed az edzésnek az időtartamát, plusz felfoghatjuk úgy is, mivel nincs pihenő, hogy kardioedzést is csinálsz. Magyarul nem 50%-a idő alatt csinálod meg ugyanazt az edzést, hanem 33% alatt, mert a fél órás szuperszett, óriási sorozatos edzést felfoghatjuk úgy, hogy egy óra edzés plusz fél óra kardio. Kati Béla Magyarország legsikeresebb súlyzó sportolója. Számos sportágban letette névjegyét, testépítő világbajnok, fekvenyomó, erőemelő, erős ember bajnok. Sportkarrierje után edzőterem kivitelezéssel és üzemeltetéssel foglalkozik. Úgy találtam ki az edzésprogramot, hogy mindketten tudjátok csinálni, három gyakorlat lesz egy helyszínen egyberakva, és forogtok körbe, amíg az egyik költök csinálja az egyiket, csinálja a másik voltok a másikat, és forog körbe, négy kör lesz belőle, mindegyik gyakorlatból 12-12 ismétlés, pihenő idő csak annyi, amíg átűsz az egyik gépről, egyik helyről a másikra. Jó, kezdte a alsó csigás edzés, szépen beülsz, te addig pihensz, ennyi. Na még nincs mire pihennem, de Várjál, súlytrakok rá neked. Nagyon fontos, mielőtt elkezded, az első sorozatban kisebb súlyjal csináljuk, hogy bemelegedjünk. Természetesen az edzést megelőzte egy alapos bemelegítés, gimnasztika, válkőzések, törzsdöntések, bemelegítettük magunkat. Első kör melegítés, aztán három kör munkasorozat van. Olyan súlyt választhatok, amivel épp hogy megy a 10-12 ismétlés, és úgy érzed, amikor megcsinált a 12 ismétlés, hogy nem ment volna egy-két ismétlésre se több. Kezdheted az edzést. Három gyakorlatot rakunk össze. Alsó csigás evezés, hátizmok, válizmok hátsó része, biceps, mellkas ki van hűzve, egyenes a hát, oldalemléssel lesz kombinálva, ami akkor válizmok, oldalsó része, egész válizmok, mehet is, oldalemelés, 12, nagyon jó, arra figyeljünk, a könyök fentebb és a csukló lentebb van, nagyon jó, itt is 12 ismétlést csinálunk, nem kapkodunk, lassú kivitelezés, nem sérülünk meg. Kész vagy az elezéssel, megcsinálod a harmadik gyakorlatot, az pedig tolózkodás. Én is kész vagyok, akkor csere? Akkor te meg még elvezni, de a súlyt vett kisebbet természetesen. Mehet, Edina? Mehet. Hajrá. Tehát nincs pihenő, forogtok. Egy melegítő sorozat, három munkasorozat. Nagyon szépen csináld, szép egyenes átad, mellkas ki van húzva. Hogy állsz? Én meg vagyok. Mehetsz oldalemelni, te mehetsz tolózkodni. Hölgyek lábat használják jobban, tehát hogy kisebb legyen az ellenállás a karodon. Kicsit rak közelebb a lábad egy kicsit, könnyebb legyen neked. Nagyon jó. Ja. Óvatosan azért, Edinára azért nagyon vigyázunk, mert ugye áldott állapotban van, és vigyázni kell jobban. A tolózkodás pedig válizmok, mellizmok, és főleg tricepsre megy. Válj mell, és főleg tricepsre megy. Próbáljuk meg úgy forgatni magunkat, hogy minél kevesebb pihenők legyen, lehetőleg semmi. Kezdjük, nagyon fontos ismétlem, nincs pihenő a szériák közt, és így legalább kardioedzésnek is fel, ne rángozz a súlyt, lassabban csináld, nagyon jó, könyököd legyen fentebb, mint a csuklód, ezt már mondtam. Minimalizáljuk a pihenőt, lehetőleg nulla pihenő, mint már mondtam, és akkor legalább ezt a súlyzós edzést felfoghatjuk úgy is, hogy egyben kardioedzés is volt. Tehát három az egyben. A következő három gyakorlatunk pedig úgy lesz összeállít, hogy az első gyakorlat neked és neked teljesen különböző lesz. Te fekve fogsz nyomni fix ruddal, te pedig addig kitörés fogsz csinálni padba kapaszkodva. Azért padba kapaszkodva, mert kezdődni a kitörés egy kicsit veszélyes, és ezzel stabilizáljuk, fixáljuk a mozgást és kikerüljük a sérülés veszélyt. A második gyakorlatunk ott a hasprés lesz, azt már az előző adásban is láthattuk, addig egy kicsit, az egy kicsit pihentetőbb gyakorlat, úgy fogjuk fel, mert ugyanis a harmadik gyakorlatunk ott pedig guggolás lesz, méghozzá kézi súzóval a lábad között megfogva, és azért az elég sok izomcsoportot megdolgoztat, az nagyon nehéz lesz, nagyon intenzív lesz, az fogja igazán ezt a három gyakorlatot igazán nehézét tenni. Gyorsan elmondom, hogy mire kell figyelnünk, fekvenyomásnál mellkas kihúzva, könyök kifelé nyílik,
kitörésnél nagyon figyelsz arra, hogy térre ne menjen a lábfejed elé, hanem a csípődet tolod lefele. Guggolásnál figyelünk arra, hogy csípőnket hátra toljuk, és ott sem megy előre a tér. Hasprésnél meg figyeljünk arra, hogy nem emeljük el a vállunkat, az egész gerincünket, csak a vállövünket, és csak megfeszítjük a hasizmot. Ennyi, erre kell figyelnetek a legjobban. Ha ezt már tudjátok, akkor tökéletes az edzés. Hajrá!